Éppen homokfürdőt vesz ez az ázsiai elefánt a nyíregyházi állatparkban. A hölgyek a szokásos fürdőzésüket követően homokot szórnak a bőrükre. Ezzel nem csak a napsugarak, hanem az élősködők ellen is védekeznek. A 35 hektáros állatpark egyik legkedveltebb kifutója ez. Itt ugyanis csak egy száraz árok választja el a látogatókat az elefántoktól, így testközelből láthatják a 3,5-4 tonnás állatokat. Ráadásul ezen a területen a három ázsiai elefánthölgy indiai antilopokkal élt társbérletben. A modern kertetnek az a lényege, hogy minél ingergazdagabbá tegyük állataink életét, és amellett, hogy például az ázsiai elefántokat minden nap wellness fürdővel várjuk, amellett nagyon fontos a szociális kötelék is, illetve hogy úgy, mint a természetben, más állatokkal éljenek együtt. Az indiai antilopok csapata kiválóan alkalmas erre, arra kell figyelnünk az apró termetű antilopok védelme érdekében azonban, hogy mindenképpen elválassza őket azért a hatalmas testű állatoktól egy speciális háló, illetve mellette van egy elektromos pici kerítés is, oda csak az indiai antilopok mehetnek be, az ázsiai elefántok csak a nagyobb területeken tartózkodhatnak. Az indiai antilopok pedig egyre sokasodnak. Ő az egyik legkisebb közülük, de ebben az időszakban napi szinten születik egy-egy bébi. Az indiai antilop csapatban most baby boom zajlik, napi szinten a látogatók előtt jönnek napvilágra az apróságok, ilyenkor van az indiai antilop születési dömping, eddig 7 kicsi született, de még 2 anyától mindenképpen várunk még kis indiai antilop borjút. Magyarországon 4 állatkertben, köztük a nyíregyházi állatparkban tartanak ázsiai elefántokat. A második legnagyobb szárazföldi állatok, ebben a rangsorban csak rokonuk, az afrikai elefánt előzi meg őket. Rendkívül szociális állatok, az elefánt csoportok rokontehenekből és azok fiatal utódaiból állnak. A Természetvédelmi Világszövetség jelenleg a veszélyeztetett fajok között tartja számon őket.